Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, együttlétünk kezdéseként a 25. Zsoltár első és második versét énekelje a gyülekezet fennállva. A 25. Zsoltárunk így kezdődik: szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Gyülekezet helyét elfoglalva a 338. számú dicséretünk első három versét énekelje. A 338. dicséretünk így kezdődik: lelki próbáimban Jézus, légy velem. Thank you.
Tisztelt gyülekezet, kedves testvérek, mint ahogy azt már bizonyára nagyon sokan tudják, az egyházkerület elnöksége a Kaposvári Református Egyházközségben helyettes lelkészként a szolgálat ellátására nagy tiszteletű Nagy Csaba Esperes urat rendelte ki. Esperes urat a gyülekezet nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kaposvári szolgálata megkezdése alkalmából. Szolgálatára Isten áldását kérem és kívánom. Tervei szerint minden hónap harmadik vasárnapján fogja személyesen ellátni az Isten tiszteleti szolgálatot. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm a felvezetést, és akkor szeretettel bejelentem, hogy most az iskolának a műsora következik, majd utána egy rövid istentiszteleti résszel folytatjuk. Szeretettel köszöntjük a kedves gyülekezetet. Mai szolgálatunkban Kálebről szeretnénk szólni. Káleb is a kevésbé ismert bibliai személyek közé tartozik, ám személyisége és története példaként állhat előttünk. Az egyiptomi szabadulást követően a zsidó nép Mózes vezetésével, a hosszú vándorlást követően elérkezett Kánaán az ígéret földjének közelébe. Ekkor Mózes az Úr rendelkezése szerint kiválasztott 12 férfit, közöttük Kálebet is, és ezt mondta nekik. Nézzetek meg, milyen a föld és a nép, amely ott lakik. Erőse vagy gyenge, kevése vagy sok? És milyen a föld? Jó-e vagy hitvány, kövére vagy sovány? Legyetek bátrak, és hozzatok a föld gyümölcséből. Ekkor találkozunk először Káleb nevével Júda törzséből. Miért lett ő a küldött, aki választott? Két dolgot olvasunk Isten igéjében róla. Az egyik, hogy Káleb és ezek a férfiak tekintélyes emberek voltak, a másik pedig, hogy főemberek. Káleb tehát ilyen ember volt. Valószínűleg már valamit letett az asztalra. Úgy ismerték a törzsben, hogy megbízható, szavahihető, józan gondolkodású ember. Köszönöm.
kémek végigjárták Kánaán földjét, majd lemetszettek egy szőlőfürtöt. Ketten vitték rúdra akaszva, de szedtek gránátalmát és fügét is. 40 nap múlva aztán visszatértek, és azt mondták. Bizony tejjel és mézzel folyó föld az, és bőségesen terem rajta minden. Csak hogy erős az a nép, amelyik rajta lakik. Valóságos óriások, akikhez képes mi olyanok vagyunk, mint hozzánk a sáskák. Két kém, Józsué és Káleb volt csak, akik a félelem ellenére józanabbul gondolkodtak. Bátran felmehetünk és elfoglalhatjuk, mert meg tudunk birkózni vele. Káleb felvállalta, hogy a többséggel szembe megy, és azt képviseli, amit igaz lelke diktál, és sziklaszilárdan áll Isten ígéretein, míg a többiek azt mondják, baj van, nincs értelme, és a népet megijesztik, teljesen elkeserítik, addig Káleb próbálja megbékíteni őket. Uram, tégy engem a te békéd eszközévé, hogy ahol gyűlölet lakik, oda szeretetet vigyek, ahol sértés, oda megbocsátás szellemét, ahol széthúzás, oda egyetértést, ahol kételj, oda hitet, ahol kétségbeesés, oda reményt, ahol árnyék, oda fényt, ahol szomorúság, oda örömet. Uram, add, hogy inkább én igyekezzem vigasztalni, mint hogy vigasztra várjak. Inkább én törekedjem megértésre, mint hogy megértést óhajtsak. Inkább én szeressek, mint hogy szeretetet igényeljek. Sajnos mindezek ellenére továbbra is zúgolódtak, sőt, félelmükben vissza akartak térni Egyiptomba. Ekkor Józsué és Káleb erős, bátor hittel határozottan szembe áll velük. Csak az Úr ellen ne lázadjatok és ne féljetek. Izrael gyülekezete viszont már azon tanakodott, hogy megkövezik őket. Ám ekkor megjelent az Úr dicsősége, és haragjában Isten el akarta pusztítani a lázadó népet. Mózes könyörgésére azután így szólt. Megkegyelmezek, de mondd meg nekik, hogy ebben a pusztában halnak meg mindazok, akik 20 éven át vannak és zúgolódnak ellenem. 40 esztendeig kell majd vándorolni fiaitoknak a pusztában. Így történt, hogy akikben Isten hatalmánál nagyobb volt a félelem, nem léphettek Kánaán földjére, míg Józsué és Káleb megláthatta azt. Isten igéje nem a meghátrálásra biztat bennünket. Mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hanem a hité, hogy életet nyerünk. Életet az ő segítségével vele együtt. Te azt mondod, hogy lehetetlen, és leereszted a kezed. Csügget fásultan belenyugszol, ha nem lehet, hát nem lehet. Te azt mondod, hogy lehetetlen, s befagy az ajkad, a szíved, már alig mersz, s kihal belőled minden nagy, hősi lendület. Így szólsz, mert hitványnyavajás vagy, s tapló van melleden belül, és nem tudod, hogy a hívőnek a lehetetlen sikerül. Szavára forrás él a pusztán, a néma szól, a béna megy, manna hol, hegyre hág a tenger, vagy a tengerbe lép a hegy. Szeretet lesz a gyűlöletből, a büszke megalázkodik, a kap zsingét odaadja, s a káromló imádkozik. Vizen járhatsz, tüzen mehetsz át, ha hiszel, s mindez nem mese. Példák beszélnek, néz körülvesz a bizonyságok fellege. Higgy és mindent lehet, ne eslet sügget fáradtan fejed, lehet béke, lehet bocsánat, új élet, jóság, szeretet. Erő, fegyver, ész, pénz, ravasság, könyörgés, semmi nem segít, de megmenteti a világot, a legnagyobb erő a hit. Imádkozzunk, mennyei édesatyánk! Áldunk, hogy ezen a vasárnapon is eljöhettünk a te hajlékodba. Köszönjük a gyülekezet közösségét, és magasztalunk azért, hogy ígéreted szerint most is itt vagy közöttünk. Köszönjük neked, hogy bár vannak félelmeink, de van reménységünk is. Sokszor csüggedünk, de te megbátorítasz bennünket. Sokszor esünk kétségbe, de engedd, hogy ne essünk ördög kezébe, hitetlenségbe, hanem hitünk szemei mindig téged keressenek, mindig reád nézzenek, mindig hozzád kapcsoljanak bennünket. Kérünk, készíts nekünk üzenetet ma is, hadd halljuk az ige igazságait, hadd legyen a hitünknek ez erőssége, bátorsága. Add ránk áldásodat ezen a mostani Isten tiszteleten is, kegyelmedből, szeretetedből. Amen. Jesus.
Nagyon szépen köszönöm az ötödik ásoknak a műsorát. Két szempontból is irigylem őket. Az egyik az természetesen az, hogy roppantul fiatalok, és még minden előttük van. A másik pedig az, hogy nagyon szépen énekelnek. Én mindig irigylem, ha valaki tud énekelni. Hozzátartozik az igazsághoz, hogy a 42-43 éves szolgálatom alatt a legnagyobb kihívás az volt, hogy nekem sajnos nincs hallásom, és hangom sem megfelelő az énekléshez, ezért mindig, amikor ilyen mikrofonos alkalom van, akkor hátrébb lépek, mert nem akarom rontani a éneklés színvonalát. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, köszönjük, egy nagyon szép hagyomány ez már, és hát a Káleb története, ha nem is bibliai hely szerint, de azért folytatódni fog az ige hirdetésben, és akkor most jelzem, hogy áttérünk az istentiszteleti részre. A mi további segedelmünk jöjjön Istentől, a mi atyánktól, és egyszülött fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Istennek igéjét olvasom egyrészt, el fogok térni a hagyománytól, nem csak textus, hanem lekció is lesz kivételesen a mai alkalmon. Istennek igéjét olvasom a Királyok második könyvének negyedik fejezetéből, az első verstől a hetedik verssel záródó részét. Egyszer egy próféta tanítvány felesége így kiáltott Elizeushoz. Szolgád az én férjem meghalt, és te is tudod, hogy szolgád félte az urat. Most eljött a hitelező, hogy elvegye két gyermekemet rabszolgájának. Elizeus megkérdezte tőle, mit tehetek érted, mondd meg nekem, mi van a házadban? Az asszony így felelt, nincsen egyéb szolgálót házában, csak egy korsó olaj. Elizeus ezt mondta, menj, kérj kölcsön edényeket ott kint minden szomszédottól, üres edényeket, de ne keveset. Azután menj be, zárd be magad és fiaid mögött az ajtót, és tölts ezekbe az edényekbe. Amelyik megtelt, tedd félre. Az asszony elment és bezárta maga és fiai mögött az ajtót, azok eléje rakták az edényeket, ő pedig töltögetett. Amikor megteltek az edények, ezt mondta az egyik fiának, tégy elé még egy edényt. De ő így felelt neki, nincs több edény. Ezután nem folyt több olaj. Az asszony elment az Isten emberéhez, és elbeszélte ezt. Ő pedig így szólt, eredj, add el az olajat, és fizest ki az adósságodat, ami pedig megmarad, abból élj a fiaiddal együtt. Isten áldása legyen felolvasott igéjén, hogy annak ne csak hallgatói, hanem szent lelke segítségével értői, megtartói is lehessünk. Imádkozzunk! Örökkévaló mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus által köszönjük hálás szívvel azt, hogy van miért hálát adni, és van mit megköszönni életünk során. És a te végtelen kegyelmedből, amikor iskolás gyermekeinkre tekintünk, a folytatást láthatjuk, a holnapot, a jövőt. Köszönjük azt a kegyelmet, amellyel hordozod életüket, családtagjaik életét, hozzátartozóikat. Köszönjük, hogy minden percben számíthatunk a te kegyelmedre és a te segítségedre. Kérünk, áld meg most mai együttlétünket, add, hogy szent lelked segítségével valóban értői lehessünk akaratodnak, üzenetednek. Ehhez tedd méltóvá az emberi szót, az emberi igyekvést, te áld meg Isten tiszteletünket Jézus Krisztus nevében. Amen.
Az ige hirdetésre készülve a 172. számú dicséretünket énekeljük. A 172. dicséretünk így kezdődik, szükölködünk nagy mértékben segedelem nélkül. Hallgassuk meg, drága testvéreim, Istennek igéjét, amelynek alapján szent lelkét segítségül hívva röviden szólni kívánok. Írva található a Máté szerinti evangélium 14. fejezetében a 22. verstől a 29. verssel bezárólag. A megnevezett bibliai hely felolvasását és a hozzáfűzött gondolatokat leülve hallgassa meg a gyülekezet. Jézus ezután nyomban kényszerítette tanítványait, hogy szálljanak hajóba és menjenek át előtte a túlsó partra, amíg ő elbocsátja a sokaságot. De miután elbocsátotta a sokaságot, felment a hegyre magánosan imádkozni. Amikor beesteledett, egyedül volt ott. A hajó pedig már messze eltávolodott a parttól, és a hullámok között hánykolódott, mert ellenszél volt. A negyedik éjszakai őrváltáskor odament hozzájuk Jézus a tengeren járva. Amikor a tanítványok meglátták, hogy a tengeren jár, megrettentek, és azt mondták, hogy kísértet, és ijedtükben felkiáltottak. De Jézus azonnal megszólította őket, és ezt mondta, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Péter ekkor így szólt hozzá, Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy menjek oda hozzád a vizen. Mire ő így szólt, jöjj! Péter erre kiszállt a hajóból, elindult a vizen, és Jézus felé ment. Amikor azonban az erős szélre figyelt, megijedt, és amint süllyedni kezdett, felkiáltott. Uram, ments meg! Jézus azonnal kinyújtotta a kezét, és megragadta őt, és ezt mondta neki. Kicsiny hitű, miért kételkedtél? Kedves testvérek, tegyük föl a kérdést, mi volt a gond azzal a 12 kiküldöttel Káleb történetében, amint az imént a gyerekek előadtak. Nos, a gond az volt, hogy nagyobbnak látták a problémát, mint ami az valójában volt. Ők úgy ítélték meg, hogy az a feladat, amelyet Isten Mózesen keresztül rájuk bízott, az meghaladja az erejüket, nem végezhető el, és inkább eleve feladták volna, legalábbis a többségük, mintsem, hogy neki rugaszkodjanak. Káleb az, aki a hit szemüvegén keresztül nézi, és látja a feladatot. A gondja a többinek az volt, hogy nagynak látták a problémát, és kicsinek az Istent.
Hát mi úgysem bírunk meg velük. Óriások lakják azt a földet. Bár nagyon értékes termékek vannak, irigylésre méltó az a vidék, de hát óriások a bajok. És tulajdonképpen a két imént felolvasott bibliai rész, két történet ugyan erről szól. Amíg Péter Jézusra tekint, megy a vizen. De amikor körül pillant, és a hullámokat kezdi méricskélni, hű de nagyok, akkor süllyedni kezd. Amíg Jézusra függeszti a tekintetét, jár a vizen, képes rá. De amikor a bajokat nézi, akkor megfeledkezik arról, hogy élet és halál ura az, aki mondja neki, hogy jöjj, és csak a bajaival van elfoglalva. Talán sokkal beszédesebb a másik történet, egy özvegy asszonynak a nyomorúsága. Váratlanul meghal a férje, ime, mennyire időszerű lehet ez a probléma. Adósságot hagy maga után, hitelt vett föl, és nem tudja fizetni. Az akkori szokásoknak, törvényeknek megfelelően a két fiát elvihette rabszolgának, aki a kölcsönt adta. No, nem olyan mértékű ez a rabszolgaság, mint azt mi első hallásra gondoljuk, csak 6 évig tartott volna. Mert a 7. évben, a szombat évben el kellett volna engednie ennek a hitelezőnek. És mi az igazán fontos ennél az asszonynál? Tudja, hogy hova kell fordulni. Megy Elizeushoz. Baj van, a te szolgád, aki hozzád tartozott, nagy adósságot hagyott hátra, és most segíts. És ekkor jön egy látszólag fölösleges kérdés. Elizeus megkérdi az asszonyt, hogy mit van? Mi van a házadban? Mit tudsz felmutatni az adósság törlesztésére? És akkor jön a válasz, hogy 1 korsó olaj összesen, néhány liter. Mindegy, hogy melyik korsót vesszük alapul, a kisebbik vagy a nagyobbik fajtát, pár liter olajról van szó. És ekkor elkezdődik a hit útja. Azt mondja Elizeus, menj haza az összes szomszédottól, kérj kölcsön üres edényeket, ne keveset, sokat. Én megvallom őszintén, hogy ha egy ilyen parancsot kaptam volna, legalábbis 1-2 kérdést azért intéztem volna a parancsadó felé, hogy ugyan minek annyi? Hát 1 korsó olajam van. Minek kell nekem oda hurcolnom azt a sok-sok edényt? Az asszony nem kérdez. Összeszedi az üres edényeket. És ugye elkezdődik az olajcsoda, amíg üres edénye van, addig nem fogy ki a korsóból az olaj. Amíg van üres edénye, amíg a hite tartott, amíg képes volt összeszedni még üres edényt, mert azt mondta nekem a proféta, és azt ígérte általa, hogy ezek az edények megtelhetnek. Kedves testvérek, mennyi üres edényt vagyunk képesek odacipelni az Isten elé? El tudjuk képzelni, el tudjuk fogadni azt, hogy amíg a hitünk tart, addig a kegyelem árad. Amíg nem azzal foglalkozunk folyton, hogy jaj, mekkora gondom, bajom van, jaj, micsoda csapás ért, nem vagyok én hozzá elégséges, kicsi vagyok, kevés vagyok. El lehet jutni oda, hogy igen, viszem az üres edényeimet. Uram, én hiszem.
Én tudom, hogy meg fognak telni, amíg az én hitem tart. Amíg nem látlak kisebbnek, mint amekkora vagy. Tiéd minden hatalom ebben a hatalmas univerzumban. Légy segítségül az én hitetlenségemben, mondja az egyik apostol Jézusnak. És ugye milyen csodálatos, hogy amikor az utolsó edényt odarakja az asszony elé a fia, nem árad többé az olaj, és ugye nagy örömmel elmegy, viszi a hírt, megtörtént. És akkor jön egy következő feladat, mert nem csak annyit adott Isten ennek az asszonynak, ami elég ahhoz, hogy kimásszon a bajból, tehát visszaadja a tartozást. A következő parancs az, menj, add el az olajat, fizesd ki az adósságodat, és a többiből élj, te és a gyerekeid. Sokszor csak egy picikét szeretnénk kérni az Istentől. Csak egy parányit. Segíts ebben, abban, mert most ez a gondom, az a bajom. Olyan jó lenne tudni azt, újra és újra, naponta, elfogadni, belekapaszkodni, hogy a mi mennyei atyánk mindig többet kínál, mint amennyit mi kérni tudunk. És tulajdonképpen, amíg az életünk tart, addig a hit útja egy járható valóság a számunkra. De csak akkor, ha megváltónkra tekintünk, és csak is őrá, akkor ha kell, vizen járunk, ha kell, szárnyra kelünk, mint a sasok, futhatunk, nem fáradunk el, járhatunk, nem megyünk tönkre bele. Adja meg az Isten azt, hogy minél többször tudjuk ezt az utat végigjárni, és tanuljuk meg a helyes arányokat, amikor gondban és bajban vagyunk. Ne a számunkra nagy gondokat lássuk először, hanem az örökké való Istent, aki lehajol hozzánk, fölemel, és maga felé fordítva biztat. Ez lehet a hit útja. Amen. Mennyei atyánk, örökké való Istenünk, oly sokszor látjuk lehetetlenül nagyoknak a problémáinkat, a gondokat, a bajokat. És megfeledkezünk arról, hogy egyszülött fiad áll mögöttünk, aki minden hatalom. És ő biztat bennünket, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki nem mehet hozzád, csak is ő általa. Köszönjük azt, hogy a nehézségek, a bajok idején így kapaszkodhatunk a te megtartó kegyelmedbe. És így kérhetünk vigasztalást gyászolóknak, veszteséget hordozóknak, akik talán most csak visszafele tudnak tekinteni, és szinte mindent veszni látnak. Te adj vigasztalást, te emeld fel őket, és add meg nekik, hogy a hit útján téged lássanak. És légy velünk kicsikkel, nagyokkal, naponta vezess bennünket, egyszülött fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus érdemében. Amen. Együtt mondjuk el az Úrtól tanult imádságunkat.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Gyülekezet, foglalja el helyét, és a 274. dicséretünk első versét elénekelve hallgassa majd meg a hirdetéseket. A 274. számú dicséretünk így kezdődik: ki Istenének átad mindent, bizalmát csak belé veti. Áldás békesség, hirdetéseink következnek. Következő vasárnapi alkalmainkat hirdetem először. Jövő vasárnap 10 órakor a templomban, azaz itt úrvacsorás istentiszteletet tartunk, hiszen március első vasárnapja következik. 9 órakor a Csertán Márton otthonban, illetve Taszáron is tartunk istentiszteletet. 4 órakor a Szondi utcában szintén összegyűlünk jövő vasárnap, szintén úrvacsorás istentiszteletre számíthatunk. 4 órakor a Liget otthonban délután szintén istentiszteletet tartunk. Hétközi alkalmaink. Hétfőn 4 órakor Biblióra a Szondi utcában, hétfőn este 6 órakor a kilátócsoport gyűlik össze a gyülekezeti házban. Kedden 3 órakor a Nőszövetség tart ülést a gyülekezeti házban, csütörtökön 4:30 a Károli kör a gyülekezeti házban, illetve szombaton 10 órakor konfirmációi előkészítő alkalmat hirdetünk a gyülekezeti házban. Hirdetem, hogy búcsúznunk kellett. Február 23-án itt a templomban hálaadó Isten tisztelet keretében vettünk búcsút Bellai Zoltán nagytiszteleti úrtól, gyülekezetünk lelkipásztorától, aki 68 földi esztendő után szólította haza a mindenható Úristen. Az ő ereje, a vigasztalása, és én is azt kívánom, ahogyan csatlakozni tudok az elmúlt Isten tisztelethez, a hálaadás dolgozzon bennünk elsősorban, hogy ő lehetett nekünk, hogy itt lehetett, hogy megerősíthette, felépíthette ezt a gyülekezetet. Február 22-én is búcsúznunk kellett, Lugosiné Csoboz Ilona testvérünktől búcsúztunk, aki 81 esztendőt töltött a földi világban. Ő a Károli körnek fontos építő tagja volt. Kérjük a gyászoló családnak Isten vigasztalását, kérjük azt, hogy ő bennük is a hála gondolata tudjon dolgozni, hogy ismerhették ezt az asszonyt, ugyanúgy, ahogy a gyülekezetünkben is a hála gondolata dolgozik. Nagyon szeretném megköszönni
mind a kollégáim, mind a tegnapi nap eseményeinek szervezői nevében, a család nevében is azt a rengeteg sok segítséget, amit a gyülekezettől kaptunk. Csodálatos dolog volt látni, hogy egy emberként tudott összefogni ez a gyülekezet. Azt kívánom, hogy ez az összefogás ez megmaradjon, hogy ne csak ezeken a rendkívüli alkalmakon, ugye jó magyar szokás szerint tudjunk összefogni, hanem állandóan egy igazi, élő közösségét tudjunk formálódni. Hirdetem az adakozást szokásunkhoz híven, mivel iskolai vasárnapot tartunk, így az iskola részére adakozik a gyülekezet. Köszönöm, hogy meghallgatták a hirdetéseket, áldott szép vasárnapot! Akkor pedig folytatjuk együttlétünket azzal a pici kiegészítéssel, hogy minden ilyen vasárnapon előre vetítem azt, hogy presbiteri gyűlésünk lesz az Isten tiszteletet követően. Egy kicsit nehezen jutok megfelelő mennyiségi időhöz, miközben nekem is van 3 gyülekezetem, és január 1-től helyettesítek Ádámdon is, tehát egy plusz köröm van még. Nehezen tudom összehozni az alkalmakat, ahol lehet, takarékoskodni fogok. Minden héten egy napot rászánok, és itt leszek Kaposváron, ügyek intézése, és így tovább, ami szóba jöhet, rögtön holnap kezdődik ez a holnapi nappal. Most Isten tiszteletünket folytassuk. A 479. dicséretünk első 2 versét énekeljük. Utána ugye jön az áldás, és a legvégén a helyi szokásnak megfelelően elénekeljük a himnuszt. Ugye, gondok uram, nem hagytam ki semmit. Nekem tanulnom kell ezt a liturgiát, én egy másik liturgiával megyek, és hát 42 éves szolgálat után nehéz átállni, ahogy szokták mondani, a bejáratott utat újjal fölcserélni nehéz. Tehát a 479. dicséret első 2 versét énekeljük, az első vers így kezdődik, hinni taníts, Uram, kérni taníts. Az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveinket, gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.
Áldás békesség, Isten áldjon bennünket!